Köszöntöm nézőinket, ez a Bonyhádi Napló, tartsanak velünk, jó szórakozást! A tervek szerint halad a szennyvíztelep rekonstrukciója Bonyhádon. A beruházás és kivitelezés részleteiről tartott a város vezetése és a kivitelező cég képviselete tájékoztatást lakossági fórum keretében a Völgységi Városban. Egy jól működő szennyvíztisztító telep, elfolyó szennyvize, az jól átlátható, egy méterig le lehet látni benne. Ebből következik, hogy teljesen tiszta víz benyomását ugye kelti. Ettől függetlenül ugye minden tisztító telepnek van hatásfoka, és 90-valahány százalékot a szerves anyagnak, egyéb szennyeződéseknek az visszatartja, és a szennyvízi szappal elveszünk. A maradékban is azért vannak olyan szennyezések, amelyek mondjuk a szennyvíztisztító telep tartózkodás idejében nem tud 100%-osan lebomlani. Ezért kell a fertőtlenítés. A Bonyhádon épülő új technológiás szennyvíztisztító telepen a fertőtlenítő medencében eltöltött idő után a szennyvíz megtisztul a hormonoktól például, és egyéb biológiai úton nem lebomló anyagoktól, ami után beleengedve a völgységpatakba a vizet, a környezetre semmilyen káros befolyással nem lesz a későbbiekben. A Völgységi Városban tartott lakossági fórumon a kivitelezők és az üzemeltetők minden felmerülő kérdésre választ adtak a már folyamatban lévő szennyvíztelep rekonstrukcióval kapcsolatban. Ugye itt lehetett hallani arról, hogy van hálózatrekonstrukciós rész is a projekt keretén belül. A projekt keretén belül azt lehetett elmondani, mindjárt kivisszatérek az egésznek a lényegére, hogy a nagybányoki szennyvíz hálózat egy elég jelentős méretű rekonstrukcióra szorul. Mert sajnálatos módon ott nem az illegálisan bekötött szennyvizekről van szó, hanem annyira rossz minőségű ott a gyűjtő hálózat, hogy ott már majdnem, hogy a patakot szállítjuk be a szennyvíz tisztító telepre. Tehát egyrészt a rekonstrukciónak az is a lényege, hogy egy tisztább üzem, úgy ugye kurcsán hangzik ebbe az összetételbe, de egy letisztult hálózat alakuljon ki, illetve a szennyvíz tisztító tele tisztítási hatásfoka növekedjen, és reményeink szerint egyébként a szakhatás is csökkenni fog. A lakossági fórumot azért hittük össze közösen a projektmenedzsmenttel, mert a szennyvíz telepnek a beruházása és az ottani felújítás, azt gondolom, hogy igazából érdemes arra, hogy a lakosság körébe is beszéljünk róla. Tájékoztatás az elsődleges cél, hogy pontosan mi valósul meg a szennyvíztelep rekonstrukció kapcsán, milyen határidőkkel és mi készül el a városba. És természetesen ilyenkor egy ilyen fórum alkalmával lehetőség van arra is, hogy a lakosok kérdezzenek is. Bármi olyan felvetésük van, kérdésük a projekttel kapcsolatban, ami nem teljesen világos számukra, szeretnék pontosan tudni, hogy az ő lakóterületükön mit befolyásol majd ez az építkezés, és hogyan változik a jövőben a felújítást követően, akkor itt ezen a fórumon választ kaphatnak valamennyi kérdésükre. Bonyhádon 1,8 milliárd forintból valósul meg a szennyvíztelep rekonstrukciója. A beruházásban érintett nem csak a Völgységi Város, hanem Nagymányok, Kakas, Cikó és Kismányok is. Konzorciumban nyertünk meg egy pályázatot, nagyon sok település van egybevéve, de ami Bonyhádot érinti, és az agglomerációt Cikó, Nagymányok és Kakas jelenti Bonyhádon kívül. 1,8 milliárd az a nagyságrendileg az az összeg, amit ennek a szennyvíztelep rekonstrukciónak a felújítására nyertünk ebben a konzorciumban, és ezeket a településeket is érintik, Kakasdot, illetve Nagymányokat természetesen kisebb arányban, mert maga a szennyvíztelep az itt található a városban, és a pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy a vezeték rekonstrukciója is egy 5%-os mértékben megvalósuljon, ez érinti az említett két települést is. Maga a projekt az 1,8 milliárd, magára kivitelezésre, az építkezésre nagyságrendileg 1,5 milliárd forint az, amit fordítható. Ezekről a településekről napig 2300 köbméter szennyvíz érkezik be a Bonyhádi telepre. Ezt a mennyiségű szennyvizet kell a meglévő, meg az új telepnek is fogadni, és megfelelő módon tisztítani. Az új telep az teljesen a régi telep területén fog megvalósulni. A régi műtárgyakból, berendezéseiből semmi nem kerül felhasználásra, nagy részben elbontásra kerül, tehát minden új lesz. Bonyhádon 900 méteres csatornaszakasz újul meg a hálózat helyreállítás kapcsán. Ezen kívül két szennyvíz átemelő, Kakasdon két szennyvíz átemelő lesz felújítva,
Nagymányokon pedig itt lesz a legtöbb rekonstrukció, itt közel 1800 méter gerincvezeték és a hozzá kapcsolódó 900 méter bekötővezeték fog megújulni, valamint ezen kívül a K1-es jelű szennyvíz általányú felújítása is megtörténik. Ez a kisebb része a projektnek. Nagyobb része a projektnek nyilván az új szennyvíz tisztító telepnek a kivitelezése. A kivitelezés az 2018. szeptemberében elindult, az új szennyvíz tisztító telep kivitelezése. Jelenleg a műtárgyak szerkezetépítési munkái vannak folyamatban. A várhatóan a próbaüzem ez év végén, jövő év elején fog elindulni. Ez egy 6 hónapos próbaüzem lesz, és ennek a sikeres lezárása után jövő év nyár közepe második felén lesz várhatóan a végleges műszaki átadása ennek a beruházásnak. Az érintett településeken a szennyvízkezelési feladatokat továbbra is a Mezőföldvíz Kft. Látja el. Kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a szennyvíztisztítás és annak a technológiai háttere újuljon meg. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb. Természetesen vannak olyan feladatok, mint mondjuk a szakhatáscsökkentés, és vannak hálózati rekonstrukciós feladatok is a pályázatban. Itt a szennyvíz tisztító telep jelenti a legnagyobb részt, tehát azt hiszem, hogy ez a több mint másfél milliárdos beruházás azért elég jelentős fejlesztést fog megvalósítani ezen a területen. A hálózat rekonstrukció is ugyanolyan fontos, de hát az kisebb volumenű. Az üzemeltetők a fórumon hangsúlyozták, az új szennyvíztisztító telepre való átállás nem fog szolgáltatási szünettel járni, a szolgáltatás zavartalan és folyamatos lesz. Bonyhád idén 2,5 millió forint működési támogatást szavazott meg az Összefogás Közhasznú Alapítvány Együtt Egymásért nappali ellátójának. Ezt Filóné Ferenc Ibolya polgármester az intézményben rendezett farsangon újból megerősítette, hozzátéve az intézmény dolgozói már több mint 10 éve magas szintű munkát végeznek, aminek köszönhető, hogy a nappali intézmény családként tud működni, ahol a fiatalok nem csak jól érzik magukat, hanem fejlődnek is. A nappali ellátó tavaly bővítette ellátási területét. Idén is meglepték a meghívottakat az Összefogás Alapítvány Együtt Egymásért nappali ellátójának fiataljai. Minden évben nagy izgalommal készülünk. Januári hónapban már elkezdődik az ötletelés, hogy mi is legyen az a vonal, ami ilyen jelmezeket válogathatunk a fiatalok. Mik azok a képességek, készségek, amilyeneket meg tudnak, amire képesek. És akkor így jött az az ötlet, hogy állatjelmezekbe bújnak, és hogy az egésznek egy mondani valója is legyen, hogy minden embernek a lelkében dolgan. És hát a díszítés is önmagáért beszél. Látszik, hogy ti ezt tényleg szívvel, lélekkel készültök és csináljátok. Igen, ez mi hozott anyagból dolgozunk, mivel palacsugorítás is folyik a fejlesztő foglalkozás keretében, és azt gondoltuk, hogy ezeket a palackokat fel fogjuk használni, és jövőre is még fel fogjuk használni, maximum egy kis átfestést fog kapni, és ennyi az egész. Mindig nagyon szívesen jövök ebbe az intézménybe, ha tehetem, akár egy karácsonyváró időszakban, amikor közösen készítünk ajándékokat a családoknak, vagy tavaly éppen legutóbb mézes kalácsot sütöttünk, az is nagyszerű élmény volt velük, és természetesen a farsang is ebbe a sorban van, amikor mindig arra várok, hogy van egy legalább egy fél óra, amikor egy kicsit ki lehet kapcsolni, és nézni a fiatalokat, hogy mire is készültek. Az idei évben is látszik, hogy nagyon sok munkát és energiát fektettek ebbe a farsangi műsorba, mert már a dekorációtól kezdve a látvány és az egész műsor önmagáért beszélt. Minden évben úgy vagyunk, hogy jaj, milyenek is lesznek, de
mindig valami újat tudnak hozni, nagyon ügyesek, és nagyon készülnek a farsangi alkalomra, úgyhogy mindig megdobogatják a szívünket ezzel a kis műsorral. Az intézmény több mint 10 éve segíti a szellem és testi fogyatékossággal élőket. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere, mint köszöntőjében mondta, mindig nagy örömmel vesz részt az intézmény ünnepein. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy név szerint ismeri a fiatalokat. 20 évek óta járok már ide, szerintem így már lassan 10 éve, hogy a hétköznapjaikban sajnos nem, de azért az ünnepek alkalmával is több program keretében találkozunk egymással, úgyhogy gyakorlatilag igen, név szerint ismerek mindenkit. Már nem mindnyájan bonyhárdiak, ugye 24 férőes az intézmény, és abból csak néhányan a bonyhárdiak, de ez ebből a szempontból teljesen lényegtelen. A Völgységből vannak itt fiatalok, és Bonyhádot egyéb is a Völgység központja, úgyhogy ilyen szempontból is térségi szerepvállalásunk megmutatkozik. Ami a személyes kapcsolaton túl, meg azon túl, hogy itt az intézményben találkozunk, ők is megtisztelnek minket minden egyes városi ünnepségen, ott vannak a nemzeti ünnepeinken, eljönnek minden olyan közösségi rendezvényre, ami nekik is egy plusz feltöltődés és egy program, egy kikapcsolódás, és számunkra is fontos, hogy együtt tudunk közösen megemlékezni. Idén a város vezetése, elismerve az intézményben folyó magas szintű munkát, megemelte a működési költségre megszavazott támogatást. Az elmúlt héten fogadta el a város a költségvetését, megvan már a rendeletünk 2019-re, és ebbe örömmel mondhatom el, hogy 2,5 millió forintos támogatást biztosítunk az Összefogás Közhasznú Alapítványnak. Én bízom benne, hogy ez az összeg elég ahhoz, hogy az állami támogatás mellett és más pályázati források mellett egy olyan kiegészítő összeg, ami stabilan fenntartja továbbra is az intézményt, mert hogy szükségre van rá, az nem kérdés számunkra. A tavalyi évben ért véget egy FSK-s pályázatunknak a lovas terápiás programja. A tavalyi évben szükség volt a Bonyhádvárosnak egy plusz támogatására, mert olyan magas költségei vannak ennek az épületnek, hogy a várostól még kaptunk a 2 millió forinton felül plusz 500 000 forintot, és az állami normatívából is így sikerült az évet sikeresen zárni. Álom Gyöngyi elmondta, tavaly kibővítették a működési területüket, illetve a nappali intézménybe járók létszáma is nőtt. 3 új ellátottunk van, egyik májusban, a másik pedig szeptemberben kezdett. Az ellátási terület is bővült, Komló, Óbánya és Szekszárdról vannak ellátottjaink még. A műsor után az étkezőben torták és sütemények mellett ünnepeltek, farsangoztak tovább a fiatalok és rokonaik, barátaik, családtagjaik. Most aztán fújhatjuk. Ezzel a címmel tartott adott koncertet a méltán híres Pécsi Harsona együttese a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban, természetesen Bonyhádon. Telt a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ díszterme a Pécsi Harsona együttes koncertjén. Farkas István Péter Lisztdíjas harsona művésszel, az együttes alapítójával és vezetőjével beszélgettünk a koncert kapcsán. A Részfúvós Kvartett az a Részfúvós kamarazenés egyik alappillére. A mostanság divatos együttesek közül a Részfúvós Quintett, a két trombita küld harsona tuba, és a harsona kvartett ez, amelyik a leggyakrabban önálló koncerteket ad. Hát ezen kívül van még küld kvartett, ugye, meg tuba kvartett újabban, de talán az első kettő a legnépszerűbb. Évek óta, hát én személy szerint is már több mint 50 éve kamarazenélek, ha a Magyar Harsona Együttest alapítottam még annak idején, 74-ben, és egy 10 év óta tanítok a Pécsi Egyetemen, és hát nagyon-nagyon jó növendékekkel hozott össze a sors, és így adott a lehetőség, hogy hát kamaregyüttest csináljunk,
és közben volt tanárkollégák is, akik már abba hagyták a tanítást, mikor meghallották az együttest, akkor újra elővették a hangszert, és most a mostani formációban három tanárkollega játszik mellettem. Ennek a hangszernek a műfaja eléggé szélsős, illetve változatos, nem szélsőséges, ugyanis a részfogós hangszer családból a harsona volt a legelső olyan részfogós hangszer, amelyik a többi hangszerekkel, a billentyűs vagy a vonós hangszerekkel kamarazenét már játszhatott, mert a tolócső mozgatásával mi már a 13.-14. századtól félhangokat tudtunk játszani. Ellentétben a trombitával, meg a kürttel, ők natúr hangszerekkel játszottak hosszú évtizedekig, és ott nem lehetett így félhangokat, és így adva volt, hogy a mi hangszerünk korábban játszott már ilyen kamaregyüttesekben, és hát ez a mai napig tart. A műsorválasztásnál pedig mindig szempont az, hogy kiknek játszunk. Most miután általános iskolás és középiskolás sorozatról van szó, próbáltuk a műsort úgy összeállítani, hogy klasszikus zenéből is egy kicsit, ami a népszerűbb műfaj felé, jazz, meg olyan művet is játszunk, amiben népzenei motivumok vannak. Tehát mindig úgy a közönség igényének, idézőjelben igényének megfelelő műsort próbálunk összeállítani. Igen, és mi lehetett ez? Házassági induló, igen, de nem pontosan ez a neve, de valóban ott szokták ezt játszani, hogy esküvőkön, igen, de mi lehet ennek a neve? Nász induló. Kinek van ötlete? Senkinek. Milyen induló lehet ez? Nász. Gyász induló? Még egyszer, gyász induló? Nász induló, úgy van. Külön-külön is sokat, de hát én már évtizedek óta a 70-es évektől a világ minden részén a Magyar Részfogós Kvintettel és a Harsonegyüttessel Ázsiától kezdve Amerikáig mindenhol koncerteztünk, és nagyon sokszor kint például diákoknak játszottunk, de volt olyan amerikai turné, amikor a 40 koncertből 30 diákoknak szólt, és tulajdonképpen itt az együttesben ketten vagyunk szekszárdiak, annak ellenére, hogy én 40 évet az operában töltöttem, szekszárdiak, és mindannyian így dél-magyarországiak vagyunk, és tulajdonképpen ez egy szóval nagyon-nagyon jó érzés, hogy pont azokon a helyeken játszunk, ahonnan indultunk. Annak idején valamennyien fúvószenekarba kezdtünk zeneiskolában, és aztán a sors meg a szerencse folytán kerültünk különböző profi együttesekhez, de nagyon jó érzés hazajönni. Bonyhád különösen szívem ügye, mert hosszú évek alatt, vagy amióta pályán vagyok, nagyon sok növendékem játszik különböző európai zenekarokban, Berlintől kezdve Spanyolországig, mindenhol, de szerintem minden idők egyik legjobb harsonás kisrác, aki pár éve végzett nálam Pécset, és az első tanárra is itt játszik az együttesben, Bonyhádi fiú, Bence Csabi, és nagy meglepetésre egy 3-4 évvel ezelőtt bekerült az operába, úgyhogy nem is tudtak róla, csak fölvittük, megnyert a próbajátékot, most már Katarban van, ugye a világ egyik legjobban fizetett zenekarában, és hát szóval
Azok után, hogy a félvilágot bejártuk, és azok után végre Magyarországon is ugyanazt a missziót be tudjuk teljesíteni, hát ez egy jó érzés. Könyve jelent meg Utay Istvánnak Kocsikerék a nyakcsigolyán címmel. A kötet 20 szociográfiai írást tartalmaz, amely a Tolna megyei parasztság sorsát dolgozza fel az 50-es évektől egészen a rendszerváltásig. A bemutató most Bonyhádra érkezett el, melyet február 21-én csütörtökön tartottak a Solymár Imre városi könyvtárban. Ott voltam, amikor Vince 3-4 Szőke Őrzsit nagyon megverték az állósuk. Belebújt szegény a nagy kendőjébe. Úgy próbálta magát védeni. Egy nyékiszálláson lakó férfi, Balázs volt a keresztneve, ismertük. Meg egy pirisi fiú, ne írjuk ki a nevét, osztálytársam volt, nem tudom, hogyan keveredett közéjük. Ütötte, rúgta Őrzsit. Balázs legázolta a lábamat. Gyándyikámmal bátaszékre hordtuk a tejet. Nekem is köttetett nagyon olcsóért hollágypamukból lyukacsos csipkezoknit. Az volt rajtam akkor. Az ávós csizmában volt, rátaposott szandálos lábamra. Csipkezoknira telik? Az országot építeni meg nem akarja. Ilyen és ehhez hasonló megrázó történeteket tartalmaz Utay István legújabb könyve, amelyből részleteket felesége olvasott fel Bonyhádon, a Solymár Imre városi könyvtárban február 21-én. A kötet 20 visszaemlékezést tartalmaz, ebből az egyik a Kocsikerék nyakcsigolyán címmel, amely utóbb a borítóra is felkerült. Azért választottam a könyv a kötet címéül is, mert jelképesnek érzem, ugyanis a visszaemlékezések a parasztság megszűnéséről szólnak, a külláküldözésről, illetve olyan visszaemlékezések szerepelnek benne, olyan gazdák emlékeznek, akiket nem tudtak begyűrni a TSZ-be, és az ő küzdelmeiket próbáltam megörökíteni, hogy próbáltak boldogulni egyéni gazdaként. A szerző könyvében személyes történeteket is megoszt az olvasókkal, hiszen az egyik oldalon illusztrációként apai nagyapja személyes iratai mellett kerékpárigazolványa is látható. A szülőfalom iratanyagát a megyei levéltárban átnéztem, ami erre a korra vonatkozott, és ezekből bontakoznak ki azok az egyéni történetek, amik végül is alkotják a könyv nagy részét. A kötet a rendszerváltozásig dolgozza fel a vidéki emberek megpróbáltatásait. Ebben a szerző kifejti, hogy az idő előre haladtában a parasztság, mint fogalom, a folyamatos testi és lelki megrázkodtatások miatt megszűnik létezni. Jelenleg a vidék a munkaerőhiány miatt folyamatosan elnéptelenedik, így klasszikus paraszti létről most sem lehet beszélni. Fürl Lajosnak van egy nagyon szép, már a címében is szép tanulmánya, sőt könyve, Búcsú a parasztságtól, így már a népi irodalom sem nagyon lehet beszélni, de Márkos Istvánnak van egy nagyon jó fogalma, aki szintén feldolgozta az átalakú paraszti világot, az utóparasztok, akik ugyan már nem voltak a parasztok, földművesek a szó klasszikus értelmében, de falun éltek, ezt én is ismertem már, dolgoztak akár, teszem azt, Bonyhádon, az zománygyárban, vagy a cipőgyárban, utána hazamentek a környékbeli falakba, és 4-5 órát még dolgoztak a saját kertjükben, hogy próbálják nem csak a szülők örökségét továbbvinni, hanem a meglehetőségeket is kicsit könnyebbé tenni. Utay István egyelőre nem dolgozik a mű folytatásán vagy újabb kiadványon, azonban egyik-másik könyvbemutató után megkeresték egy páran, hogy szívesen megosztanák történetüket. Kettőt már ezekből lejegyeztem, de nem biztos, hogy ezekből lesz egy kötet, mert meglátjuk. Ennyi fért már a bonyhádi naplónkba, tartsanak velünk legközelebb is egy hét múlva, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!